Jim Carreynek 92 napig kellett Grinch jelmezt viselnie. A színésznek minden nap 8 órát kellett a sminkesszékben töltenie. A smink és a jelmez olyan nehéz volt, hogy Jim Carrey majdnem feladta a forgatást. Az orrán szinte egyáltalán nem kapott levegőt, és egész nap ezeket a kontaktlencséket kellett viselnie. A színész nem bírta azt a kint és fájdalmat, amit a jelmez és a smink nyújtott neki. Az első jelmez próba után berohant az öltöző kocsijába és kirúgta a falat, és közölte a rendezővel, hogy ő ezt nem akarja tovább csinálni. A producernek ekkor óriási ötlete támadt. Felbérelt egy ex-CIA ügynököt, hogy tanítsa meg a színészt válogatott kínzási módszerek elviselésére. Volt, hogy combon kellett ütnie magát, és addig kellett dohányoznia, amíg bírt a szusszal. De végül is bejött, mert a film 2001-ben Oscar.